Szevasztok, Jupi vagyok, csapassunk egy kis Clash Royale-t, ugyebár jön a Mester 3-as videó, ahogy szokott lenni, Mester 1, Mester 2, Mester 1-ről nem is csinálok szerintem. Jaj, Mester 3-as videó mi? Mester 2-es videó következik, srácok, csak sikerül összerakni ezt. Szóval Mester 1-es, Mester 2-es videókat szoktam mostanában feltenni Clash Royale-ból, úgyhogy érjük el most a Mester 2-t. Volt már Mester 3-as is egyébként. Fejem nem jutok, mert elég pocsék a deckem, illetve a taktikám, de hát mindegy, ez nekem bőven elég, de Mester 2-vel már meg vagyok elégedve. Ha nem lennék, akkor nyilván kitanálnék valami mást. De szerintem már mióta videózom, igen, ez videó. Mióta videózom, azóta ezt a decket használom. Talán az elején volt a próbálkozásaim más deckekkel, de az nem sikerült, úgyhogy most ezt csapatjuk. Az Infernóval mondjuk azt ki tudjuk nyírni azt a főtekát. Úgy is van. Későn dobtad haver azt a villámot. Jó, elkezd az Inferno Dragon. Hát ez bebuktad haver. Erre pocsékolni egy tornádót, na mindegy. Viszont lett elég szírem, neki meg nem hiszem, hogy van, úgyhogy küldjük a gólemet. Nyilván mire odaér a gólem, addigra lesz elég szírje, de addigra nekünk is. Mondjuk erre a balonra nem számoltam. De nem baj, mert a vizárunk elrendezi a száját. Csak nem kellene, hogy ő szaladjon előre. Jó van, de legalább így nem kapta el a izét. Nagyon jó. A bomba nem kapta el a vizárról. Jó. Ugye a gólem tudja tenni a dolgát. Nagyszerű. Na, ezt már nem fogod meg, haver. Küldjük az Infernót, mert lassan leteszi a pekkát. Jó, ez a meccs megvan, srácok. Nagyon úgy néz ki. Akár fel is adhatnád, haver, de nem, ő nem adja fel, leteszi a pekkát. Viszont az Infernóm elkezdte lőni a főházát. És megint, úgyhogy bukó, haver, ez megvan. Ez egy könnyű meccs volt, mondjuk így. Meg tudott volna fogni, szerintem egy kicsit ügyesebben játszik. Úgyhogy én mondtam az elején, hogy béna vagyok, nem mindegy. Meg is jön mindjárt a kupácska, nézzük meg mennyit kapunk. Csodálatos, egy győzelem kell, srácok, a Mester 2-höz. Hát most kijavítom magam, nem 3-2-höz. Úgyhogy csapassuk is, tovább ne húzzuk itt az időt. Nem tudom, golemmel necces indítani egyébként, mert bármire reagálhat. De ez így most jól jön ki. Lehet, hogy az Inferno Dragon kéne használni, hogy kinyírja azt a csonti óriást. Hát használjuk. Nyilván az beleszáldozva az Inferno Dragon. Fel fog robbanni, úgy van. Jó, viszont így már tudunk okoskodni egy kicsit. Jó, és meghalt a vizár is. Úgy de jól jött, kis rácok. Jó, az árcsa lerendezte a izéket, a denevéreket, nagyszerű, odaér a lovagom is. Na hát egy épületét megszedtük. Még talán le is győzhetjük, így akartam. Még kettőt, még egyet. Jó, egyszerre nyekkentek meg, jó, másik oldalról lehet indítani a gólemet. Hozzánk még nem nagyon ért, de szerintem fel is adta, ha van egy kis, nincs, egy kis esze. Mondjuk, ha ezzel tette volna le az óriást, vagyis ez, igen, nem, emögé. Na nézzük. És innen valahogy így gondoltam én ezt. Akkor még talán lehetett volna valami esély. Jó, az óriás megvan. Jó, de szép ez így, srácok. Jól van, megvan a második épület is egy kicsit szedve. Sőt. Sokkal több, mint amit vártam. Még mindig nem ért az épületünkhöz, srácok. Azért ez azért oda jár. Ezt akartam elkerülni, hogy kinyírja az árcsereket. Na, nem baj. De nem adja fel, ez egy igazi harcos. Egy percnél járunk. Kíváncsi vagyok, le tudom-e úgy darálni a meccset, hogy nem jut el hozzánk. Tegyük le a gólemet. A másik oldalról küldi a Sparkit, ha jól emlékszem, az a neve. Viszont már most lerakjuk az Inferno Dragont. Jól van. Az úgy jó lesz. Nehogy az ér az épületemhez.
Azért ez mekkora azért pofátlanság már, nagy képűség, hogy már nem akarom, hogy az épületemhez is hozzáérjen. Ahelyett, hogy örülnék, hogy nyerünk. Nyilván ez a meccs megvan. De vajon végig tudjuk-e úgy tolni, hogy nem ér az épületünkhöz? Végig toltuk, srácok, úgy a meccset, hogy nem ér hozzánk. Na hát azért ez odaver, így megszerezne a mester 2-es rangot. Hú, az durva lesz. Meg is kapjuk a kupánkat érte. Csodálatos. Hát szerintem csapassunk még egy meccset. Megmondom őszintén, hogy nem szoktam berizikózni, bár itt aki követ, azt tudja. De nézzük, Mester 2-be helytállunk-e. Hát 11-es tornyai vannak, nem hiszem, hogy olyan nagy kihívás lenne ez a meccs. De vertek már meg 11-es szinten is, úgyhogy várjuk ki a végét. Szóval nem szoktam berizikózni a harmadik meccset, mert örülünk, hogy megvan a Mester 2, és akkor kis pihi. De most berizikózzuk. Hoppá, névének éjjel is van egy gólemje. Úgy is van, szépen szétszedjük. A lovagomat viszont később tesszük le, akár most. Majd a gólemeket ledaráltuk. Ez így van eltervezve. Ó, de szép! Neki nem hiszem, hogy maradt valaki, de van valaki, van elixíre. Azt hittem, hogy nincsen. Cicca rúgja meg. Ez már nem lesz annyira könnyű meccs, látjátok? Ezt mondtam, hogy hiába 11-es valaki, nem feltétlenül jelenti azt, hogy ügyes, vagyis hogy béna, vagyis hogy kicsi szintűek alapjai. Mert konkrétan eddig mindenki 13-as, az Iza rúgja meg. Kit kezd el lőjed? Jól van. Szép, egy kicsit megszedtük az épületét. Azzal sosem lehet baj, legalább még a királyom jöjjön. Így is jó, sőt, gyűjtünk egy kis elixírt. Legalább egyet lőjenek az árcsörök, nem tud lőni egyet se. Cicca rúgja meg. Na mindegy. A vizárgyát viszont le fogjuk tudni rendezni. Még ez így már nehezebb lesz. Azt hitted, mi öcskös. Későn raktad ki, haver! Jó! Ez így szép. Itt a push, öcsém! Itt az ellentámadás. Kapja a fireballt, hát elkapja még. De szép volt! Jó, egy épület megvan. Egyed már magad, Gizi. Úgy is van, indítjuk a második oldalt a gólemet. Második oldalt, másik oldalt a gólemet. Nyilván ez már kicsit keményebb ellenfél volt, mint az előző. Ugye az előző azért hozzánk se tudott érni. Azért az elég pozitív. Nekem így is jó, haver. De szúrtad, öcskös. Egy épületemet mondjuk leszette. Annyira csak nem szúrta el, viszont most neki annyi. Kapod is a fireballt, haver. Úgy is van, megvan az épület. Bár mondjuk a főházára mentem rá, megmondom őszintén, de így sem lett ez annyira rossz. És mégis van a Golden Chest érte. Hú, na viszont nem fog menni egy harmadikat. Lehet, hogy eljöttök Mester 3-ig, nem tudom, még majd meglátjuk ebbe a seasonbe. Egyelőre én ennyit terveztem volna, srácok, ha valaki akar jönni klánba, megteheti. Itt egy tupi Steam-el klánunk, ugye én vagyok a líder, ebbe gyertek, mert ugye ha jól emlékszem, van 2-3 vagy egy pár darab tupi Steam. Szóval ide gyertek, hogyha akartok jönni, jelenleg így állunk. Van 5 hely, 3000 kupától lehet jönni. Elvárások nem nagyon vannak, csak légy aktív, ennyi. Van Discord, Facebook csoportunk, link lent van a leírásban, ha valaki akar csatlakozni, azt is megteheti. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, legyetek jók, egy szubot, lájkot elfogadok, ingyen van, szevasztok!